Ismét csak folytatni fogjuk tovább a Föld, illetve az írás és a mindenható szavának vizsgálatát ebben a részben, illetve az elkövetkezendő néhány részben meg fogjuk nézni azt, és egyben befejezzük az egész sorozatot, hogy mit is mond az írás magáról a Földről, a vizekről, az égboltról, a csillagokról, az égitestekről, illetve miféle következtetéseket, illetve utalásokat találhatunk az írásban erre a témára vonatkozóan. Ezúttal a Brit Kadasá az Új Szövetségben fogjuk kezdeni, és második Péter Kefa 3-as fejezettel, ami így kezdődik. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, melyel a ti tiszta gondolkozásatokat emlékeztetés által serkentgetem. Arra utal ugye, hogy felhívja a figyelmet azokra a dolgokra, amelyeket már tudniuk kellene, illetve amelyeket már korábban megírt ő, illetve mások, így serkenti az emlékezetét ugyanúgy, ahogy nekünk is kellene, amennyiben nem olvassuk a Tanakhot, az úgynevezett Ószövetséget, akkor nem tartjuk be azt, amire itt figyelmeztet Kefa Péter. Hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, ez az egyik dolog, amire felhívja a figyelmet, ugye a proféták beszédei, hogy megemlékezzetek. Figyelmeztet minket arra, hogy meg kellene emlékeznünk a proféták által mondott beszédekre. Ennek ellenére emberek azt állítják, hogy van olyan, hogy ó, testamentum. És Adonájnak és megtartónknak általunk az apostolok által közölt parancsolatjára, ugye ez a megváltóról beszél, az ő parancsolatáról, illetve a profétáknak a szaváról, ami az a Tanakhban van, az Ószövetségben. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. Ez gyakorlatilag a világ túlnyomó többsége. Érdekes, hogy általában úgy írnak, hogy mintha csak egy bizonyos embercsoport vagy néhány emberről lenne szó, miközben az emberiség túlnyomó többsége a saját feje után megy, és nem követi a mindenható szavát, a Torát, az ő instrukcióit. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azon képen marad a teremtés kezdetétől fogva. Ezt valószínűleg mindannyian hallottuk már százszor, legalább, hogy mindenki ezt mondja, már a nagyanyám is ezt mondta, már az ő anyja is ezt mondta, mindenki várja, és mégse jött el. Pontosan erről beszél. Mint ahogy akkor is ez volt a probléma, most is ez a probléma. Azonban ez csak azért van, mert az emberek nem értették akkor sem, és most sem azokat a jeleket, amiket a mindenható teremtő rendelkezésünkre bocsát. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő Elohim szavára. Pontosan azt írja le, amiben ma élünk. Az emberek kész akarva nem tudják azt, hogy egek már léteztek nagyon régen is, hogy a föld hogyan keletkezett a vízből, illetve a víz által, hogyan teremtette a mindenható az egész világot. Ez egy fontos dolog számára. Teljesen mindegy, hogy mi hogyan gondolkodunk, mi mit gondolunk erről az egészről, hogy mindegy, hogy lapos vagy sem, vagy hogy így vagy úgy keletkezett. Az a lényeg, mi az, amit ő mond. Felhívja a figyelmét a gyülekezetnek arra, hogy ezekről a dolgokról emlékezzenek meg, hiszen ez fontos a teremtő számára, erről már volt szó korábban is. Hogyan és mit teremtett? Ez az ő dicsősége. Amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. Ugyanez a víz, ami elpusztította a világot Noé idejében. Hetes vers azonban a lényeg. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által
megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az igaztalan emberek romlásának napjára. Azonban a föld és az ég megtartozott azért, hogy az az ítélet eljöhessen rá, ami közeleg hamarosan, illetve gyakorlatilag már az ajtó előtt van. Fontos megérteni azt, hogy a szó által teremtette a mindenható világot, és a szó által irányítja azt az ő saját szava által. Ezért is fontos az, hogy mi hogyan beszélünk, miket mondunk. Érdemes emlékezni, illetve gondolni a zeneiparra, illetve a filmekre, ilyenkor a tévére, és úgy általánosságában véve az emberi kommunikációra, hogy milyen stílusban zajlik, különösképpen a saját. Tehát egyértelmű az, hogy az úgynevezett új szövetség végén ugyanaz a felhívás számunkra, ami mindvégig volt. Emlékezzünk a prófétákra, arra a parancsolatokra, amelyeket a megváltó adott nekünk, illetve a teremtő szavára és az ő tetteire, cselekedeteire. Ezek azok a dolgok, amiket észben kellene tartania annak, aki az ő gyermekének hívja magát. Vajon, amikor azt mondja, hogy tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, illetve azt, hogy kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és föld, és hogy hogyan keletkezett ez, akkor vajon nem-e arra a szituációra gondolnak, és arra a helyzetre, ami kialakult a mai világban, arra vonatkozólag, hogy hol is élünk, hogyan néz ki ez a hely, és milyen tulajdonságai vannak, milyen körülmények között élünk. Hát eléggé úgy tűnik, hogy a mi időnkre is igaz ez. Vágjunk is a közepébe akkor, és ez Ézsaiás, Jesiahu 40-es fejezet, 21-es vers így szól. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok-e? Hát nem hirdettetett néktek elejétől fogva? Hát nem értettétek én meg a föld fundamentumait, alapjait? Egyrészt ugye nem értik az emberek azt, erre utal, nem érti a legtöbb ember azt, hogy hogyan is néz ki maga a föld, illetve hogy hogyan működik, természetesen mindkettőre vonatkozik maga a fundamentum szó. Egyrészt a fizikális működésére, másrészt pedig arra, hogy hogyan irányítja a teremtő magát a világot. Az előző két rész erről szólt. Egy ismert vers, a 22-es, ki ül a föld keregsége fölött, amelynek lakói, mint sáskák, ugye az előtte az egy betoldás, erre utal a szögletes zárójel, nem volt benne az eredeti szövegben, ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra. Most akinek ebből nem esik le az, hogy hogyan is néz ki a föld, milyen a szerkezete, annak el kell töprengnie azon, hogy hogyan néz ki egy sátor, amit kifeszítenek a keregség fölé. De ha minden jól megy, akkor valami hasonló jutott mindenkinek az eszébe, ugyanis ez az, ahogyan a keregség fölé kifeszítenek, mint egy kárpitot, egy sátrat. Így néz ki a világunk. De nézzük meg a másik fordítást, nehogy az legyen, hogy esetleg ez csak a Károliban van így, úgyhogy átugrunk az Easy to Read-re, és megnézzük azt is. Az örökkévaló Jahua az egyetlen igazi Elohim ott ül trónján a föld keregség fölött, lába előtt a földi lakók, mint sáskák a fűben, olyan aprók. Ő feszítette ki az eget, mint fátylat, vagy lakósátrat a föld fölé. Akár ez is lehet, de teljesen mindegy végül is, hogy melyikre gondolunk, semmiképpen sem. Az jut az ember eszébe, hogy egy gömbre feszített ki valamit, vagy nem is tudom, hogy jut eszébe bárkinek is ilyesmi. Meg fogjuk vizsgálni ezeket a szavakat csak azért, hogy biztos legyen az, hogy a fordítás
illetve az eredeti jelentés megegyezik, ez ugye maga a circle, a kör, a kerekség, illetve az, hogy kifeszíteni, valamint maga a függöny, illetve a sátor. Az első szó az a héber szó. Strong's H2329. Húg. Ami ugye a kör, illetve a kerekségre utal, mindössze háromszor szerepel, egyszer kört jelent, körpályát, illetve körzőt, és ez is a jelentése. De az egeket is jelenti átvitt értelemben természetesen. Az eredete pedig kúk szóból ered, ami kört jelent. Ő feszítette ki az eget, mint fájtlat, ez a fátyol szó, pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H, 1852. Doke. Doke. Doke, ami függönyt jelent. Fájtlat, függönyt. És ez a doke szóból ered, ami valami, ami leomlik, illetve egy ruhát, ami egy finom ruhát, mint egy függöny. Vékonyságot, illetve finomságot jelent, mint a ruha esetében egy fátyol. Az utolsó szó pedig a lakó sátor lesz, amit ugye itt sátornak fordít, ez pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H-168. Ohel. Ohel. Ohel, ami imaházat jelent, 200-szor szerepel, vagyis, és pedig sátrat. 140-szer valamiféle lakóhelyet, sátrat jelent, egy nomád sátrat, ami a vadonbeli életet szimbolizálja, egy házat, lakóhelyet jelent, illetve Yahuának az imaházát is. Az eredete H166 a hell sátrat jelent, ami vagy valamiféle fedélt, illetve lakóhelyet, otthont. Szerintem ez az egyik legegyértelműbb leírása az egész világnak, ez Ézsaiás és Jáhu 40-22, aki esetleg meg akarja nézni. A linkeket megtalálja majd a leírás részben az összes héber kifejezéshez, de biztos vagy benne, hogy van magyar nyelvű, még én ezt szoktam meg, úgyhogy ezért használom ezt, de a magyar nyelvű ugyanúgy működik a Biblia felfedező. 21-es versben, amikor azt mondja, hogy nem értitek, hogyan készültek a föld alapjai, ugye itt alapnak fordítja a fundamentumot. Valahogy a gömbön nincs értelme sem az ég oszlopainak, a pilléreinek, sem a föld alapzatának, föld pilléreinek, sem a föld alapjainak, sem a sátornak, sem a föld kerekségnek, sem pedig a fátyolnak, amit kifeszít fölé, nem köré. Szóval szerintem természetesen mindegy az üdvösség szempontjából, hogy ki mit gondol, hogy hol él, azonban az fontos, hogy az igazság kiderüljön arról, ami a Hua, a teremtő cselekedete, illetve az ő alkotása és az ő dicsérné, hogyha az emberek értenik. Nem véletlen az, hogy az ellenség ekkora erőt fektet abba, hogy ezt elrejtse a legtöbb ember elől. Aki azt gondolja, hogy maga a kerekséget használja a gömbre, annak csak annyit, hogy Ézsaiás és Jáhu 22-es fejezet, ahol most járunk, a 17-es versben így szól. Itt ugye Sebna kormányzójához beszél, és így figyelmezteti. Tudd meg, hogy Jahua örökkévaló erősen megragad, bármilyen nagynak is képzeled magad, és elhajít téged messzi földre. Bizony markába fog, mint labdát, és messzire elhajít téged. Nézzük meg azt, hogy mi is ez a labda szó. Ez a labda szó, ami itt Ézsaiásnál
magyarul labdának van fordítva. Károliban pedig még annyit megtudunk pluszba, hogy hempelygetvény, hempelyget ugye, hogy össze-vissza dobálgatja, mint gombolyagot, mint labdát, nagy messze földre, ott halsz meg. Gombolyag, labda. Ugye ez egy gömböt jelent. Ehhez hasonlítja Sebna helytartóját. Nem a világunkat, hanem Sebna helytartóját. Nézzük meg, ez a szó labda, a héber szó. Strong's H, 1754. Dur. Dur. Dur, ami labdát jelent. Egyszer fordul elő labdaként, illetve még kétszer fordul elő, egyszer égni, máskor pedig valami körül. Így írja le labda, kör, ez maga a szó, és a szótő szintén dur, ami egy kört vagy labdát jelent. Ézsaiás, Jesiahu 29-es fejezet 3-as versben körülveszlek táborral, és bezállak tornyokkal, és erősséget állatok ellened, ez a körülvesznek ugyanúgy, ez a dur szó, tehát nem csak gömböt jelent labdát, hanem azt is, hogy körülveszi valamit, ugye azt, hogy égni. És tovább állva Ézsaiástól megnézzük, hogy Zakariás, Zakariahu 1-es fejezetben hogyan ír. Itt pedig arról van szó, 10-es vers, akkor felele az a férfi, aki a mirtusfák között ávala, és mondá, azok ezek, akiket Jahua küldött, hogy járják be e földet. És felelének Jahua angyalának, aki a mirtusfák között ávala, és mondá, bejártuk a földet, és ímé az egész föld vesztegel és nyugodt. Tehát az egész föld természetesen átvitt értelemben értendő az, hogy az egész föld nyugodt, azonban egyértelműen arról beszél, hogy arról is beszél, hogy maga a föld egyáltalán nem mozog. Ha megnézzük az angol fordítást, ott arról van szó, hogy all the earth sits still and is at rest. A föld nyugodtan ül, és nem mozdul. A föld szó maga a héber szó. Strong's H 776. Eretz. Eretz. Eretz, ez maga a földet jelenti, vagy úgy, mint a világunkat, vagy pedig, mint földet. Ez az Eretz szó. A vesztegel szó, a héber szó. Strong's H 3427. Yashev. Yashev. Ami pedig annyit tesz, hogy nyugalomban maradni, ülni, lakni, élni, leülni, vagy valaki, aki ül, és egyértelműen egy ilyen nyugalmi helyzetre utal, ami általában ülést szokott itt jelenteni. A legtöbb esetben leülni, a szó töve, a leülni szóból ered ez a szó maga, és az, hogy megmaradni valahol, letelepedni. Illetve ha megnézzük a nyugodt szót, az pedig a héber szó. Strong's H 8252. Shaket. Shaket. Shaket, ez pedig csöndben lenni, nyugalomban lenni, békességben lenni, pihenni, illetve lefeküdni nyugalomban, és zavartalanul lenni. Erre utal ez a vers, hogy a világunk az mozdulatlan és egy helyben áll. 1 Sámuel második fejezet és a 8-as vers így szól, felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nékik, mert Jahuái a földnek oszlopai, és azokra helyezi a föld kerekségét. Az övék a föld oszlopai, és erre helyezi a föld kerekségét.
A föld oszlopai az nem más, mint a héber szó. Strong's H, 46 and 90. Matsuk. Matsuk. Matsuk, és ez oszlopot jelent, ami egy öntött támasztékot, oszlopot, és valamiféle támogató berendezést jelent. A matsuk szóból ered, ami szintén ugyanezt jelenti, valami keskeny oszlopszerűséget, illetve hegytető és pillért. Az Easy to Read még jobban kifejezi azt, amiről beszélünk. Felemeli a szegényt a porból, felkarolja a koldust a szemétdombról, a fejedelmek mellé ülteti, dicsőség trónjára helyezi, mert Jahuáé az egész föld, ugye Eretz a föld, és annak minden tartó oszlopa pillére, hiszen ő teremtette azokat. Remélem egyértelmű az, hogy a földnek vannak tartó oszlopai, a föld nyugalomban van, és pihen úgymond ül, erre feszítette ki, mint fájdalat az égboltot, a fölött van az ő birodalma, és a föld az ő lábának zsámolya, mint egy sátrat, így helyezte el. Ez pedig első krónika, 16-os fejezet, amivel a 30-as, 29-es vers így szól, ez az Easy to Read. Adjátok Jahuának a dicsőséget, amely megilleti, hozzatok neki ajándék áldozatot, jöjjetek szín elé. Imádjátok Jahuát szentségben, azaz elkülönülve a világtól, ékességben, reszkessen előtte minden ember. Ez egy felszólítás, ez egy parancs, hogy az ő dicsőségét, ami őt megilleti, azt adjátok meg. Az által, hogy kikutatjuk azt, hogy mi az, amit ő alkotott, mi az ő alkotása, mi az, amit akar, mi az ő akarata, ez által adjuk meg azt a dicsőséget, és ennek következtében tudunk szentségben, idézőjelben téve szentségben elkülönülten a világtól élni. Azonban, ami lényeges, az a 30-as versben következik. Ő erősítette meg a földet, ugye Eretz a földet, hogy meg ne inogjon. A föld meg van erősítve, és a föld nem inog meg. Ami persze ellentmond annak a világképnek, amit mindannyian megtanultunk egészen kicsi gyerekkorunktól fogva. Hiszen ebben a világképben nem csak, hogy pörög, forog és kering a föld, de meg is inog, hiszen a tudomány szerint ugye eldől a tengelye körül, és még a körül inog valamilyen szögben, illetve néhány fokban, ami ellentmond annak, amit olvashatunk itt első krónika 16-os versben, fejezetben inkább, és a 30-as versben. Károli féle verzió, 30-as versben, rettegjen az egész föld az ő orcájától, a föld keregsége is megerősítetik, hogy ne ingadozzék. A föld keregsége, hogy ne ingadozzék, megerősítetik, tehát a föld kerek, és nem ingadozik, nem mozdul. Fontos megérteni azt, hogy ami számunkra jelentőséggel bír, és ami számára jelentőséggel bír, az nem ugyanaz egyértelmű, hiszen hogyha így lenne, akkor egész egyszerűen mindenki csak követni az ő parancsolatait. Ezért fontos az, hogy mi kifürkészük azt, hogy mi az, amit ő akar, és szépen fokozatosan az életünket úgy alakítsuk, ahogyan ő azt elvárja tőlünk. Erre hívja fel a figyelmet. Kétszer is adjatok Jahuának, népeknek nemzetségei, adjatok Jahuának dicsőséget és erősséget. Azt mondja, hogy dicsőséget kell adnunk neki, azáltal, hogy tudjuk, mi az, amit ő alkotott. Még egyszer megismétli. Adjatok Jahuá nevének dicsőséget, tehát a nevét is tudnunk kell, annak ellenére, hogy a legtöbben azt mondják, hogy nem fontos. Ez nem az, amit ő mond. Hozzatok ajándékot, és jöjjetek elébe, imádjátok Jahuát a szentség ékességében. Következő vers, Zsoltárok Tehelim 93-as, így kezdődik. Uralkodik Jahuá, méltóságot öltözött fel, felöltözött Jahuá, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Ahogy azt már láttuk korábban, a föld
oszlopokon áll, alapzaton, a Földnek van egy alapköve, erre építette rá, és ez nem indul meg, nem mozdul, nem inog meg. Ez az, amit ismét leír, az Easy to Read pedig így fogalmaz, hogy uralkodik Yahuwah az örökkévaló, mint király dicsőségbe öltözött, királyi méltósága palástja, és erejét öltötte magára. Megerősítette a világ mindenséget, hogy szilárd legyen, meg ne inogjon. Ezek szerint nem inog meg a világ. Így folytatja, szilárdan áll a trónod, ó Yahuwah örökkévaló ősidők óta, mert öröktől fogva létezel. Az Easy to Read egyértelműen próbálja a mindenható szavát hozzáigazítani a jelenlegi világ felfogásához, de még így is lehetetlen a szövegkörnyezetet úgy alakítani, hogy az jöjjön ki belőle, hogy a világ pörög, forog és kering és inog a tengelye körül, hiszen egyértelműen azt írja le, hogy ez szilárd és nem inog meg. Zsoltárok Tehelim 96-os fejezet újra felszólít arra, hogy dicsőséget adjunk Yahuwahnak azért, ami az ő alkotása. 7-es vers, adjatok Yahuwahnak népeknek nemzetségei, adjatok Yahuwahnak dicsőséget és tisztességet. Ha valaki nem tudja a nevét, vagy nem is érdekli, inkább így fogalmaznék, nem is hajlandó egyáltalán foglalkozni semmiféle dologgal, ami ellentmond a jelenlegi világképének, az nem tudja ezt teljesíteni, hiszen a tanulásnak az az egyik feltétele, hogy az ember új dolgokra nyitott és elfogad új dolgokat, hiszen máskülönben lehetetlen tanulni. De a lényeg az, hogy ami le van írva, legalább azt próbáljuk úgy értelmezni, ami a legközelebb áll ahhoz a jelentéshez, amit valószínűleg ki akartak fejezni. Az ő világképükben nem volt egyáltalán sehol szó arról, hogy mi pörgünk, forgunk, vagy keringünk. Nem azért, mert nem tudhatták, ezek az emberek azt tudtak, amit akartak, hiszen ezek a szavak a Teremtőtől jönnek. Ha ő azt mondja, hogy adjunk neki dicsőséget és tisztességet. 8-as vers, adjátok Yahuwahnak neve dicsőségét, akkor mi nem mondhatjuk azt, hogy a neve nem fontos. Mi nem mondhatjuk azt, hogy a neve ezt jelenti, vagy azt jelenti, vagy hogy úgy éljünk, vagy úgy gondolkodunk. Egyszerűen azt mondja, hogy a nevének adjunk dicsőségét és neki. Elmondja külön, hogy neki és az ő nevének. Pontosan azért, hogy ne legyen kételj. Az, hogy mi mit értünk meg ebből, az mindenkinek a saját felelőssége. Azonban a 10-es vers így szó, mondjátok a népek között, mondjátok, hirdessétek a népek között, Yahuwah uralkodik, és megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Arra szólít fel minket, hogy mondjuk és hirdessük a népek között, hogy ő uralkodik, és az, hogy megerősítette a földet, hogy az meg ne induljon. Nem azt, hogy pörög-forog kering, meg ingadozik a tengelye körül, meg a csillagok körül repked, hanem azt mondja, hogy megerősítette, hogy meg ne induljon. Ez az, amire felszólít a 96-os Zsoltárban Dávid Daúd. Nyilván ő az információt Yahuwahtól kapta, nem csak egész egyszerűen a hasára ütött és leírt dolgokat, amik az eszébe jutottak. Ugyanez a másik verzióban, Yahuwah uralkodik, mint király, ő tartja fenn és kormányozza a világot, hogy szilárdan álljon, meg ne inogjon. Ő kormányozza ezt a világot, ez az ő birodalma, ő az, aki megszilárdította, hogy ne inogjon meg, és mondjátok a népeknek mindenütt, hirdessétek ezt a dolgot. Úgyhogy azok, akik azt kérdezik, hogy miért fontos, vagy ez nem fontos, ez fontos neki. Lehet, hogy nekünk nem fontos, teljesen mindegy, hogy nekünk mi fontos. Ezt támasztja alá Ézsaiás és Jéhu 55-ös fejezet, 8-as vers, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól Yahuwah. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.
Szépen gyengéden kifejezi számukra azt, hogy nem feltétlenül fogjuk megérteni azt, amit ő akar, hiszen nem egy szinten gondolkodunk és vagyunk. Ugyanúgy, ahogy Zsoltárok Tehelim 8-as fejezet erről szól, 4-es vers, mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, melyeket teremtettél. És ez Dávid Daúd. Ezt mondja, ezt énekli a Zsoltárban a mindenhatónak, az ő dicsőségére. Tudja, hogy ő teremtette a holdat, a csillagokat és az eget. Az egeidet pontosabban. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé Elohimnál, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Urrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Így fejezi be, ó Jahua Elohim, mi felséges a te neved az egész földön. Szóval nekünk nem feltétlenül kell mindent érteni, mindent tudni, mindenre egyetérteni. Egész egyszerűen csak, amit megértünk, azt csináljuk azért, mert ő ezt mondta. Az, hogy ki mivel ért egyet, kinek mi a véleménye, az másodlagos ebben az egészben. Természetesen fontos, hogy az ember, ugye ahogy fel is szólít rá, tiszta szívből, tiszta lélekből, teljes erőből csinálja, de az, amennyiben az ember kitart, és folyamatosan e körül forog az egész gondolat menete, és ezen gondolkodik, ezen meditál, akkor az idővel meg fog jönni. Azonban az fontos, hogy nem minden lesz, amivel egyetértünk, illetve nem minden lesz, ami beleilleszkedik majd a mi életvitelünkbe, vagy egyáltalán a közösségbe, amiben vagyunk, hogy mindenki mindenen egyetért, nem fog zökkenőmentesen zajlani ez az egész. Sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy nagyon is sok bukkanó lesz ezen az úton. Ha már az alapnál tartunk és az alapkőnél, akkor nézzük meg, hogy Jehukanon János 17-es fejezetben mit mond maga Jehusá Hamásiák a megváltó. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Ugye azok, akik úgy élnek, ahogyan ő. Nem azok, akik azt mondják, hogy ők olyanok, mint ő, hanem akiknek a tetteik bizonyítják, a cselekedeteik bizonyítják, ahogyan azt Jakab második fejezetben elmondja, a hit cselekedetek nélkül halott, ezekre utalít, hogy megláthassák az én dicsőségemet, ő ugye a szó, a mindenható szavának a testbe öltött szó, aki az emberek között járt, ez maga a megváltó, hogy megláthassák annak a szónak a dicsőségét, amit a teremtő mond, azt a királyságot, amit az kormányoz, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. A világ alapjának felvettetése előtt. Természetesen lehet azt mondani, hogy ez egy gömbnek is lehet az alapja, és én nem mondom azt, hogy ez egyértelműen mindegyik vers, amit itt olvashatunk, azt feltételezi, hogy a világ lapos legyen, vagy piramis alakú, vagy gömb, azonban semmi értelme nincsen egy gömb esetében, ilyen szavakat használni, és így beszélni róla, hogy lefektetni az alapját, vagy pillérek, vagy az ég pillérei, vagy hogy ne inogjon meg, hogy meg sem mozduljon, hogy nyugalomban ül, hogy kifeszíti a sátrat fölé, az eget, mint a sátrat, mint a függöny, a kerekség fölé. Nem azt mondom, hogy minden ezek közül azt feltételezi, hogy a föld ilyen vagy olyan legyen, én azt mondom, hogy egy irányba mutat mindegyik következetesen, és még egyetlen egyet sem olvastunk, ami gömbre utalt volna. És ezek az emberek, akik írták ezt a könyvet, sokkal közelebbi kapcsolatban voltak Jahuával, a Teremtővel, mint mi valaha leszünk, illetve közelebb is voltak ahhoz az időszakhoz,
amikor még az úgynevezett tudomány és a civilizáció nem terjesztette el az alternatív nézőpontot. Amennyiben tovább haladunk, egy újabb érdekes dolgot fedezünk fel, és az pedig el fogjuk kezdeni Ezekiel és Hezekiel 7. fejezetben, és így szól, és lőn Jahua beszéde hozzám, mondván, a mindenható szól. Ez nem Ezekiel találja ki, vagy emberek gondolkodnak és előállnak ilyen ötletekkel, Jahua szava szól hozzá. És te, embernek fia, így szól Jahua Elohim Izrael földjének. Vége. Eljött a vég a föld négy szárnyára. Ha megnézzük, hogy a másik fordítás mit szól erről, itt a vég, egész földre eljött a vég. Ők egész egyszerűen kihagyták a négy szárnyát, hiszen ez egyértelműen nem fér össze azzal a modellel, amiben mi élünk, és amire az emberek be vannak rendezkedve. Az angol verzióban ugye úgy ír, hogy an end, the end is come upon the four corners of the land, corner, mint sarok, de nézzük meg, hogy mit is jelent ez a szó valójában. Ez a héber szó. Strong's H 3671. Kanaf. Kanaf. Kanaf, ami szárnyat jelent 74-szer, úgy mint szoknya, szélét jelenti 14-szer, határokat, 2-szer, sarkot, véget, de maga a szó szárnyat jelent, valaminek a végét, a határát, szárnyát, vagy valami, aminek szárnya van, határa van, sarka van. A szó töve pedig ennek a szónak az kanaf, és ez egyetlen egyszer fordul elő, azt jelenti, hogy egy sarokba el mozdítani valamit, el tenni a sarokba valamit. Érdekes az, hogy maga a szótő, ugye ez a szó kanaf, és ide az van írva, hogy oldal irányban kivetíteni. Ugye laterálisan kivetíteni oldal irányban. Tehát semmiképpen sem úgy, ahogyan azt egy gömbön az ember elképzelni. Erre utal itt Ezékiel a föld négy szárnyára, illetve hát maga a teremtő erről beszél, a föld négy szárnyáról. Négy sarkáról, a széleiről. Ugye ezt nehéz elképzelni, a négy szélét. Egyértelműen széléről van szó, valaminek a végéről, ami ugye nincs egy gömbön. És szerintem pontosan ez a lényege annak, amit az ellenség csinál, hogy meg lehet magyarázni, de amikor az ember a mindenható szavát veszi alapul, és azt veszi az első helyre, ahogyan azt mindannyiunknak kellene, akkor egyértelművé válik bizonyos mennyiségű kutatómunka után, hogy mindent nem lehet ráerőltetni erre a modellre. Viszont erre rá lehet. Hiszen a kör az, ami fölé kifeszítette, mint a fájtlat, a sátrat, megalapozta, és a négy sarka is megvan. Ugyanez a probléma áll elő Jeremiás 49-es fejezetben, 36-os vers, így szól, és négy szelet hozok Elám ellen az égnek négy határáról, és elszórom őket mindenik szél felé, és nem lesz nemzet, akihez nem futnak Elám szökevényei. Négy szél az ég négy határáról, és mindenik felé elszórja őket. Az égnek négy határa van, ami a gömbön nem lehetséges, hiszen a gömbön gyakorlatilag egy van. Persze bele lehet menni, hogy észak, dél, kelet, nyugat, azonban mindent nem lehet ráerőltetni a gömb modellre. Itt egyértelműen négy határról beszél. Akinek kétségei vannak, e felől nézzük meg, hogy mit jelent ez a szó. Strong's H, 7098. Katsa. Katsa. Katsa, ugye ez maga a szó, négy a határ, és ez a szó véget jelent, szó szerint határt, illetve ugye valaminek a legszélső határát, végét. A szótő pedig partot jelent, sarkot, valaminek a határát,
illetve a legkülső részét. Jób 28-as fejezet ismét csak egy újabb szöget üt a gömb koporsójában, amikor azt mondja a 23-as vers, egyedül Elohim a megmondhatója, ő tudja egyedül hol található, a bölcsességről van szó. Mert ő látja a föld szélét is, szemmel tart mindent az ég alatt. A gömbön nem tud mindent szemmel tartani. Persze, csak is kizárólag átvitt értelemben tudjuk a gömbre vonatkoztatni ezeket a verseket, szinte mindet, amelyikről eddig szó volt. És egyetlen egyel nem találkoztunk még, amelyik egyetemben egy gömböt írna le. Úgyhogy egy idő után el kell dönteni az embernek azt, hogy csak néha veszi szó szerint, vagy csak akkor, amikor egyezik a világnézetével, vagy mindig, vagy mikor. Azt, amiről itt szó van. Ha ő látja a föld szélét, és mindent szemmel tart, az feltételezi azt, hogy mindent szemmel lehessen tartani, hogy egy olyan világ legyen, ahonnan mindent lát, és amit mindent szemmel tud tartani. Persze én értem, hogy a mindenható szemmel tudna tartani mindent egy gömbön is, de mindent nem lehet megmagyarázni azzal, hogy ez átvitt értelemben van így, vagy pedig ezt nem úgy gondolja, hanem így vagy amúgy. Ugyanúgy a Károli verzió, Elohim tudja annak útját, ő ismeri annak helyét, ugye a bölcsesség, mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt. Jób 37-es fejezetben így ír, a villámok és a mennydörgés miatt remeg a szívem, majd kiugrik helyéről, ez ugye easy to read, azért ilyen furcsa maga megfogalmazás. Hallgassátok csak Elohim hangja szól, figyeljetek ajkának mennydörgő szavára. Hármas vers. Ragyogó villámai megvilágítják az égboltot, fényük ellátszik a föld egyik szélétől a másikig. Jobb teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy a föld hogyan néz ki, és tudta azt, hogy a földnek szélei vannak, sarkai, hogyan néz ki az égbolt, hogyan kell elképzelni. Ennek ad egy nagyszerű leírását itt. Megvilágítja az égboltot, ahogyan a villám alulról megvilágítja, és elvilágít egyik széléről a másikig. Persze nem, a valóságban nem így néz ki, azonban érzékeltetni akarja azt, hogy hogyan is néz ki a valóságban a világ, ahol élünk. Ugyanis az égboltot megvilágítja alulról a villám, és elér az egyik végétől a másikig. Ezt szerette volna kifejezni. Károli verzió hasonlóképpen az egész ég alatt széttereszti azt, és villámát is a földnek széléig. Jobb 38-as fejezet a következő, ahol is így szól a 13-as vers, te rendelted a hajnalfénynek, hogy ragadja meg a föld sarkait, és rázza le a gonoszokat róla. És ismét csak a föld sarkaira utal, ugyanúgy, ahogy az előzőekben is. Károli verzió. Parancsoltál-e a reggelnek, amióta meg vagy, kimutattad-e a hajnalnak helyét, a hajnalnak ezek szerint van egy helye, ahonnan előjön, ugyanúgy, ahogy Énok arról beszél a mennyei kapukról, amelyeken áthalad a nap, illetve minden egyes természeti jelenség, mint az eső, a szél, a fagy, az úzmara, mindnek megvan a maga helye, ahonnan ezek előjönnek, hogy belefogozzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla. Ez a széleibe ugyanaz a kanaf szó, amiről már korábban beszéltünk. Ézsaiás és Jahu 11-es fejezet 12-es vers így szól, és zászlót emel a pogányok előtt, összegyűjti Izrael elszélett fiait, tehát még mindig fontos az, hogy ki a fizikai nép Izrael és Júdának szétszólt lányait egybegyűjti, hogy honnan a földnek négy szárnyairól, a föld négy sarkáról. Szóval mindazok a tanítások, amik például a kereszténységben uralkodóak, mint az, hogy nem számít semmi, hogy ki kicsoda, mindenki spirituálisan része, természetesen mindenki, aki úgy él, az része, azonban Ézsaiás egyértelműen arról beszél, hogy a fizikai nép még össze lesz gyűjtve, és hogy honnan a földnek négy
sarkából négy szárnyra, hiszen ő pontosan tudja, hogy a föld nem egy gömb. Ézsaiás Esiahu 43-as fejezet 6-os vers így szól, parancsolok Északnak, ugye Északról már volt szó, hogy mit jelent maga az Észak, add ide fiaimat, ugyanerről az eseményről ír, amiben az előző, a 11-es fejezet beszélt, szólok délnek, ne tartsd vissza őket, hozzátok vissza fiaimat messziről, lányaimat a föld pereméről. Károli pedig így ír, mondom Északnak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat megszűnnen, és lányaimat a földnek végéről. Messzűnnen, bocsánat. És lányaimat a földnek végéről. Csak azok kedvéért, akiknek esetleg kételyei vannak, ez a kacach szó, ami a földnek a végét jelenti, erről már korábban szó volt, a szélét, végeit jelenti, valaminek a sarkát, a külső szélét, illetve a legkülső részét. Jelenések könyve, Higalú 7-es fejezet, első vers így szól, ezek után látik négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szegletét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. Ez a szó, amiről itt beszél, a föld négy szegletén, illetve a négy angyala, hogy a négy szegletén áll, mindjárt meg fogjuk vizsgálni, nézzük meg, easy to read. Ezután egy-egy angyalt láttam a föld négy sarkánál állni, akik visszatartották a föld négy szélét, hogy se a földön, se a tengeren, se a fákra ne fújjon a szél. Ez a szó ugye a négy sarkánál, ez a konia szó, ami a görög szó. Strong's G 1137, Gonia. Gonia, ahogy azt már mondtam, a négy, a sarkát jelenti, valaminek a szegletét, egy külső szöget, egy sarkot, vagy egy belső sarkot, egy átvitt értelemben egy titkos helyet, de egyébként szöget jelent, sarkot. Úgyhogy ez nem átvitt értelemben sarka, ez ezt jelenti, ez a szó egész egyszerűen sarkot jelent. Erre gondolt, ezt írta azért, mert így van. Jelenések 20-as fejezet, ez lesz az utolsó ebben a témában ezúttal, és kimegy, hogy ejtesse a föld négy szegletén lévő népeket, Gógot, Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akinek száma, mint a tenger fövenye, elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket. Érdekességképp annyit, hogy az Easy to Read nem is ír a négy szegletről, egészen egyszerűen csak annyit mond, ő pedig kimegy, hogy elhitesse, becsapja a világ összes népét. Úgyhogy nézzük meg, mi az eredeti szövegben. Ugye a négy sarkár, four quarters of the earth, gonia szó, amiről az előbb már szó volt, ami sarkot jelent, vagy pedig szöget. Ezt csak azok figyelmébe ajánlom, ezt az utolsó verset az Easy to Read-ből, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy melyiket olvassuk, vagy hogy úgy van, ahogy leírták, stb. Nem úgy van, és nem feltétlenül mindegy. Hiszen például ebben egyáltalán nincs is szó a négy sarokról, míg az eredeti görög kéziratban egyértelműen arról van szó, hogy a négy sarka, hiszen a konia szó szerepel az eredetiben. Úgyhogy nem csak, hogy nem mindegy, hogy melyiket olvassuk, hanem a fordításnak igen fontos szerepe van, a verziónak fontos szerepe van abban, hogy milyen az összkép, hiszen ha minden oldalon csak egy szót fordítanak el, akkor az rengeteg szó lesz a végén. Azonban biztosíthatok mindenkit arról, hogy nem egy szót fordítottak el oldalanként, és alig, hanem ezt mindenki láthatja és tapasztalhatta, akár csak ennek a videónak a keretein belül is. Remélem, hogy érthető volt az, amit szerettem volna mutatni. Igazából szerintem magáért beszél az írás, és amennyiben valaki elfogadja a 66 kanonizált könyvet, az úgynevezett Bibliát, mint alapvető igazságot, az annak előbb-utóbb nincs hova mennie és mire hivatkoznia,
hiszen teljesen mértékben egyértelmű azt illetően, hogy hogy néz ki a világ, ahol élünk. Amennyiben valaki nem ezt veszi alapul, az annak természetesen nagyobb a mozgástere, hogyha ha nem hajlandó a tapasztalataira hagyatkozni sem, és ugye a tapasztalat egyértelműen az kell, hogy legyen, hogy mi egy lapos, mozdulatlan felületen élünk. Egyszerűen nehéz mást érzékelni, hiszen semmiféle mozgást nem érzékelünk, és egyértelműen úgy tűnik, hogy a felület az nem gömb. Ha azonban a logikát is elővesszük és belevonjuk, akkor mindenképpen a lapos mozdulatlan felület kell, hogy legyen az opció, hiszen és a választás, hiszen sokkal egyszerűbb az egészet fenntartani, és sokkal logikusabbnak tűnik. A versek alapján pedig egyértelmű szerintem, hogy hogyan is néz ki a világ, ahogy élünk, ahol élünk, és az is nyilvánvaló, hogy miért teremtette így Yahuwah, a mindenható, hiszen így mindent ellenőrzése alatt tud tartani, látja pontosan, hogy mi történik, és ez a cél. Az, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége arra, hogy közelítsen hozzá, megértse a lényegét az ő létezésének, és a mindenhatóval éljen örökké, azok után, hogy meghozta azt a döntést, hogy számára fontosabb a hite, és az, hogy nem feltétlen mindenre fog bizonyosságot kapni. Ezt nevezik hitnek természetesen. Hanem az fontosabb, és az egyén igenis kutatja azt, hogy mi az, amit a teremtő akar, ami le van írva mindenki számára nyilvánvalóan, aki ezen az úton elindul, az segíteni fogja, és fokozatosan feltárja neki azokat a dolgokat, amik addig rejtve voltak, vagy titokzatosnak tűntek. Következő részben tovább fogjuk boncolgatni azt, hogy mi az, amit még ki tudunk deríteni az írásból arról, hogy hogyan is néz ki a világ, amelyen élünk. Ezek már inkább spirituális utalások lesznek, ugyanúgy, ahogy már volt egy pár ezek közül, illetve meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit tudunk magukról, a vizekről és a mélységről. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, én nem szeretnék senkit sem meggyőzni, vagy befolyásolni semmiféle irányba, teljesen mindegy számomra az, hogy ki mit hisz. Ez azok számára van, akik kutatnak, és akik érdeklődnek, és akiket érdekel az igazság. Amennyiben így van, biztos vagyok benne, hogy Yahuwah fel fogja fedni számukra azt, amennyiben őszintén keresik. Most, hogy ez-e az, vagy sem, az ki fog derülni hamarosan. Ez az, amit én hiszek, ez az, amit szerintem az írás egyértelműen alátámaszt, amennyiben ezzel valaki egyetért, halleluja, amennyiben nem, nekem azzal sincsen problémám, és de remélem, hogy nem. Szóval nem is akarok senkit ezzel megbántani, hogy én így gondolkodom, vagy vélekedek erről. Annak ellenére, hogy ez valószínűleg nem mindig így tűnik, de igyekszem. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és remélem hasznosnak találtátok. Halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!